A Gyulai Japánkert Barátok Köre Egyesület nem csak installációkkal és dekorációkkal próbálja szépíteni a várost, népszerűsíteni a japánkert kultúrát, hanem szakmai programok szervezésével is. Ilyen volt a napokban rendezett előadás, melyre két olyan szakembert sikerült megnyerni, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren. A két előadó a japánkert építészetről és a bonszájokról osztotta meg ismereteit. Bár a két ország között komoly földrajzi távolság van, de a kert kultúrában sok azonosság fedezhető fel. A magyar ember is kedveli a kertjében a víz, a különböző gyönyörű formájú növényeknek a látványát, és a japán kertben ezek a hangsúlyosak, a szép kövek, a csobogó víz hangja és a különböző akár örökzöld növények. Nem kell teljes japán kertet csinálnunk otthon, de ha egy-egy elemet felhasználunk a kertünkben, ez biztos, hogy csak mindenki kedvére válik. Dani Zoltán, a Japánkert Magyarország Egyesület elnöke több évig tanulta Kiotóban a tradicionális japánkert kultúrát. A saját fotóival illusztrált előadásában Kiotóba egy 4 generáció óta működő kertiskolának hétköznapjaiba látogathatott el a hallgatóság. Az építéssel csak a munka kezdődik el, és az épület kert megépítésével nem lesz egy kertnek vége, és a japán kert azért zen művészet, mert évről évre, napról napra, hétről hétre ugyanazt a folyamatot el kell végezni, le kell vágnod, meg kell nyesned, ami olyasmi, mint egy meditációs folyamat. Nem kell túl sokat gondolkozni, össze kell szedni a leveleket, össze kell seperni, és ezek a cselekmények a hosszú évek folyamán alakítják ki azt az idilli képet, amire mi azt mondjuk, hogy japán kert. Az est második részében a hallgatóság a bonszájfákat ismerhette meg közelebbről. A hideg időjárás miatt azonban ezt csak képről tehették meg az érdeklődők. Mint kiderült, a bonszáj nevelésnek igen komoly hagyományai vannak, a növény speciális gondoskodást igényel. Hát gyakorlatilag eltér a gondozása egy átlag dísznövénytől. 5 dolgot kell figyelembe venni, a hő, a fény, a páratartalom, a víz utánpótlás és a tápanyag utánpótlás. Ez botanikailag ugye ez határozza meg a növényt, és hát van egy csomó olyan beavatkozás, ami speciális beavatkozás, és a növény megformázását tűzte ki céljául. A szervezők szándéka szerint idén is több szakembert szeretnének meghívni Gyulára, hogy népszerűsítsék a japán kert kultúrát.